Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást, és itt egy párkapcsolatról van szó. Ez a felvétel egy személyes jóslás Avina részére. Kedves Avina, üdvözöllek téged! Szeretnéd tudni, gondol-e rád, lesz-e folytatás, így a koronavírus miatt nem tudtok találkozni, de megnézzük a kártyáknál, hogy áll a jövőtök, gondol-e rád, vannak-e érzelmek. Itt látható a szerelem kertje, és ebben a parkban van egy szerelmes pár, ez a hölgy téged szimbolizál, és ez az úr a te szerelmedet szimbolizálja. Itt ez a kártya ott bal oldalon utal a te érzelmeidre. Itt van egy idősebb úr, aki úgy elgondolkozik valami felett. Természetesen ennek szimbolikus jelentése van, és azt közli, hogy te sokat gondolsz rá. Nem felejtetted el, mert ez mutatja a te gondolataidat, természetesen utal az érzelmekre is. A következő kártya mutatja az ő érzelmeit. Itt ezen a képen látható egy asztal tele kincsekkel, és utal egy ajándékra. Itt érzelmekről van szó, itt rólad is szó van, és ez azt jelenti, hogy te értékes vagy számára, és ő tervez valamit, szeretne téged megajándékozni, vagy ez a találkozás olyan számára, mint egy ajándék. A következő kártya mutatja a gondolataidat, vagy azt, miről kellene elgondolkoznod. Ezen a képen látunk egy férfit, aki úgy úton volt, és itt az út mellett talált valamit. Számára egy olyan meglepetés. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez számodra azt jelenti, itt lesz szerencse, egy meglepetés, valami, amire te nem számítottál. És ez legyen a gondolatod, higgy ebben a szerelemben. Most megtekintjük azt, hogy mi foglalkoztatja őt, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt mutatja a következő kártya. Ez a kép utal kereskedelmi kapcsolatra, utal utazásokra. Az lehet, hogy vannak ilyen tervei, és én úgy gondolom, hogy ő úgy közli, mintha ez egy kereskedelmi kapcsolat vagy utazás lenne, és meglep téged, vagy meglátogat, vagy üzen neked, hogy ott van a közelben, mert vannak ilyen kereskedelmi kapcsolatok, és szeretne veled találkozni. És pontosan erre utal a másik kártya, ez a meglepetés. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben, a környezetedben, erre utal a következő kártya. Ha megtekintjük ezt a kártyát ott lent bal oldalon, ez utal egy összejövetelre, vidámságra, ez lehet egy ünnepség, egy meghívás, de valami, aminek te örülni fogsz. És most megtekintjük azt, mi vár rá, mi történik ott a környezetében, erre utal a következő kártya. Ezen a képen egy orvos látható. Az jelentheti azt, hogy ő most beteg, vagy valaki beteg
a környezetében, és gondoskodni kell róla. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és mutathat arra, hogy ő nem érzi jól magát, mert valami betegíti, amit még jelenthet ez a koronavírus, mert itt egészségügyi témákról van szó, és emiatt vannak most ezek a korlátozások, aminek nem örül, és ez őt betegíti. A következő kártya azt mutatja, mit tudsz tenni annak érdekében, hogy legyen egy kapcsolat, egy találkozás. Ez a kártya utal egy tartós kapcsolatra. Ha ő közeledik hozzád, meglep téged, akkor hihetsz ebben, hogy kettőtök között kialakul egy tartós párkapcsolat. A következő kép azt mutatja, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Ennél a kártyánál házasságról van szó. De nem akármilyen házasságról, hanem itt van egy lelkész, tehát van egy isteni beavatkozás vagy segítség is, ami összeköt benneteket. Én úgy mondanám, kettőtök között van ez a lelki kapcsolat, megvan az isteni segítség is, és ha hiszel ebben, amit a másik kártya mutat, ez a tartós párkapcsolat, akkor az még egy házassághoz is vezethet. Ebben a parkban van egy szökőkút, és ott látható ez a víz, mutat egy irányt, és az jelenti a jövőtöket. Ott fent ez a hölgy téged szimbolizál, és te vagy a nagy szerelem. Te állsz itt a középpontban, és ő gondol rád. A kezedben van egy levél, és ez jelent egy üzenetet, egy szerelmes levelet, és ez várható, és te döntesz, hogy hogy alakuljon a jövő. Ő szeretne veled együtt lenni. Igaz, hogy ezt a videót asztrológia nélkül rendelted, de belepillantottam a horoszkópodba, és fontosnak tartom azt közölni veled, hogy a te születési horoszkópodban Mars bolygó és Vénusz bolygó, ami a párkapcsolatra utal, mindkét bolygó nálad a Szkorpión jegyében van. Nem csak Mars és Vénusz, hanem Jupiter és Neptun bolygó is. Nem csak a bolygók találhatók itt, hanem az indiai számítás szerint Szkorpión az aszcendentusod. Jövő év márciusáig itt mozog a lefele mozgó holdcsomó Kétu, utal kármikus témákra, és Kétunál a múltról van szó. Mindazt mutatja, amit átéltél a korábbi életedben, de azt is jelentheti, hogy visszatér valaki a múltból. Ez nem a fiatal korodra utal, hanem a korábbi életedre. Itt van egy ilyen kármikus kapcsolat, és én úgy gondolom, hogy ez a férfi a te lelki társad visszatért a múltból. Kedves Avina, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!